A koraszülöttek világnapja a korán születettek életéért való küzdelmet állítja a középpontba. Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint a 37. hét előtti szülések koraszülésnek tekinthetők. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a megfelelő felkészüléssel és odafigyeléssel a koraszülöttekből is lehetnek egészséges felnőttek, erre pedig sok más sorstársammal együtt én vagyok a bizonyíték, hiszen én is korábban születtem. A koraszülöttek világnapja az év egyik legfontosabb napja. Ebből az alkalomból a szolidaritás jegyében lila színt öltötte a Fejér megyei Szent György kórház gyermekosztálya. 2011 óta minden évben november 17-én hívják fel a figyelmet a szakemberek a koraszülés jelentőségére, amely nagy kihívást és terhet jelent az érintett családok számára. Traumatikus az élmény, amiből nagyon nehéz kijönni, de a család, meg a minket körülvevő közeg nagyon-nagyon sokat tud segíteni, illetve nekem sokat segítettek a nővérek és az orvosok is. És a mai napig sokat segít az, hogy önkéntesként visszajárok a PIC-re, mint a Te hangodat ismerem alapítvány önkéntese, és énekelünk az anyukákkal együtt a babáknak. A születés általában egy csodálatos dolog, a statisztikák alapján azonban körülbelül minden tizedik kisbaba korán születik, amely tény mindig bizonyos kockázatokat hordoz magában. Mi arra törekszünk, azért van az egész koraszülöttellátás, hogy minél inkább próbáljuk meg azt biztosítani, vagy az irányba törekedni, hogy minden kis koraszülött próbáljon meg, vagy olyan felnőtt legyen, aki azért egészségesen tud élni, meg tudja élni a felnőtt kort, és megfelelően be tudjon illeszkedni a társadalomba. A Szent György Kórház idén is különböző programokkal kedveskedett a koraszülésben érintett családok számára. A legkisebbeket és szüleiket különböző játékos feladatok és bemutatók várták. De nagyon jó ötlet volt itt a kórház részéről, hogy egy kis ünnepséget is szervez, ahova meghív szülőket, meghív érintett kisgyermekeket. Láttam itt már olyan gyermeket, aki már nem is annyira gyermek, de annak idején koraszülött volt, és azt hiszem, hogy mi nekünk pedig arra ad lehetőséget, hogy megköszönjük a szakembereknek, hiszen ők ilyenkor óriási segítséget adnak a családnak, a legféltettebb kincs a gyermek vonatkozásában, és illetve utána azoknak a fejlesztő pedagógusoknak, akiknek pedig ilyenkor van további szakmai feladatuk, ők is itt vannak most ezen a kis ünnepségen. Úgyhogy Isten értesse őket is, a koraszülötteket is, és a családokat, szülőket egyaránt. Székesfehérvár városa a koraszülöttek világnapja alkalmából fényfestéssel készült. A Vörösmarty Színház csütörtök délután 5 és este 7 óra között lila színbe burkolózott, mely szín ez esetben a reményt és a hitet volt hivatott jelképezni.